legyen veletek. Hetednapos csendes misénket Torvald Lajosért ajánljuk föl, az ő örök mennyei boldogságáért, és kérjük a Szentlélek vigasztalását, hogy enyhítse gyászunk fájdalmát, hogy méltóképpen ünnepeljük az ő szent hitait, egy kis csendet tartva vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, valamint bocsássunk meg azoknak, akik megbántottak minket. Jézus Krisztus, téged eltöltött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szíveket, Uram, irgalmazd! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus kegyelmet. Jézus Krisztus, te az Atya jobbján őszöktött mennyárt értünk, Uram, irgalmazd! Irgalmazdom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el a örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, te azt akartad, hogy Szent Fiad vállalja értünk a kereszt gyalázatát, és így megszabaduljunk a gonosz lélek hatalmából. Kérünk, add meg híveinek, hogy elnyerjük a feltámadás kegyelmét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mind örökkön, örökké. Olvasmány, Izajás próféta könyvéből. Profétája által Isten szemedő szolgálja, így beszél. Isten, az Úr tanított a nyelvemet, hogy az igével támaszza lehessek a megfáradottaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet, én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg, hátamat oda tartottam azoknak, akik vertek engem, arcomat meg azoknak, akik szakállamat tévesték. Nem letettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és letöltöttek, Isten az Úr megsegít. Ezért nem való szégyen. Arcomat meg keményítem, mint a kőszikla, tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van a igazságot szolgáltat nekem, kiszállott velem szembe, álljon ki együtt, ki az ellenfelem, jöjjön ide hozzám, Isten az Úr segítségemre sír, ki ítélhetne el, ez az Isten igéje, Istennek legyen hála. A Zsoltár válasza, Uram, hallgass meg engem nagy irgalmasságod szerint. Uram, hallgass meg engem nagy irgalmasságod szerint. A gyalázatot érted viselem, arcomat érted borítja szégyen, testvéreim előtt idegenné lettem. Anyám fiai sem ismernek nem. A házadért való rúgóság emészt engem, nem hull a gyalázat, a téged gyalázat. Rám úr a gyalázatot, téged gyalázat. Uram, hallgass meg engem, nagy irgalmasságod szerint. Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem akad senki, nem volt, aki megvigasztalt volna. Enni nekem efét adtak, szomjúságomban ecettel itattak. Uram, hallgass meg engem, nagy irgalmasságod szerint. Énekem már Isten nemét dicsérem, magasztalom őt hála énekkel. Az alázatosak látják ezt és örülnek. Keressétek Istent, és szívetek újraélem, mert az Úr meghallgat minden szegény, és foglyait nem hagyja magukra. Uram, hallgass meg engem, nagy irgalmasságod szerint. Üdvözlégy királyunk, engedelmes voltál atyádnak, megfeszíteni vittek, mint leölésre a szemét párán. Az Úr legyen veletek, és a te belkedben. Evangélium, Szent Máté könyvében.
Thank you.
bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és úgy megkegyelmedett népedben Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldott vagyunk mindenség Istenemet, a te bőkezűségedből kapjuk a kenyeretből, ajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunk az élet kenyere. Gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében is fél.
Visel szíveden úgy egyháza sorsát, az egész világon tettet életessé a szeretetben, mert pápánkkal, csak a püspökökkel és az egész papsággal együtt. Emlékeztél meg, Úr, Lajos gyermekedről, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, az, hogy aki a keresztségben kitoktatos módon részesült fiatalában, részesüljön fiat feltámadásában is. Könyörünk kérünk mindnyájunkon, hogy Isten édesanyjával, a boldogságos Szűk Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a Szent Apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által a őfelésében, de a tiéd minden annak, hogy a Isten a Szentlélek gyerekségben minden tisztelet és dicsőség mind örökkön, örökké. Amen. A Isten atyának szólít, testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, tessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértékbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen végkét napjainkban, hogy irgalmatból mindenhol bűnét baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnek. Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél, mert ki is a ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Krisztus, ami végén is kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne védkeinket nézze, hanem egyháza szintén bődjük meg szándékot szerencsékében, és add meg teljesességét, aki ért és uralkodol mindörökön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béket jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmad meg. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyunk méltó, hogy hajlékon vagyunk, hanem csak egy szóval vagyunk, és megjogul az érzelkem. Krisztus testes vére rövidben meg az örök életre.
Könyörgünk, mindenható Istenünk, Atya, bizakodva higgyünk az örök életbe, amelyet fiad halála szerzett, és ez a szent áldozat jelen valóvá tett a számunkra, Krisztus a mi urunkában. Fogadjátok az Úr áldását, az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható és örökké szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget küldetésünk van. Éljünk békében. Istennek legyen a hála. Oldalad alá futunk Istennek, Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oldalad